Dankó Gergő, a Nyíregyháza Spartacus ügyvezetője és egy őszi bajnok ügyvezetője. Azért gondolom jó érzés lehet. Igen, jó érzés, főleg a tavalyi szezon után ez egy nagyon fontos lépés volt, hogy stabilizáljuk a csapatot. Ahogy lefújták az utolsó mérkőzést, úgy egyből el is kezdtük a munkát Fekete Tivadar sportigazgatóval. Feszült időszak volt, viszont a nyáron nagyon sok munkát beletettünk, ugyanúgy a kiválasztásba, ahogy a csapat is utána Tímár Krisztián vezetésével. Eddig úgy tűnik, hogy jó döntésnek bizonyult minden, bízunk abban, hogy a tavasszal is ugyanígy folytatódik ez a sikeres szezon. Számítottatok arra, amikor összeállt a keret, hogy ebből azért egy ilyen csapat áll majd össze? Ennyire nem számítottunk rá, hogy elől fogunk végezni, viszont bíztunk abban, hogy egy stabil erős keretünk lehet, ezért is a célkitűzés az első 8 hely volt, viszont nem gondoltuk, hogy egy vereséggel akár az első helyen is végezhetünk az őszi szezon végén, úgyhogy mindenképpen örömteli, hogy ilyen szép mérkőzésekkel tudtuk a őszi szezont abszolválni. És hát ilyenkor az ember már elkezdi tervezni a jövőt, szóba kerül az NB1? Igen, szóba kerül akarva akaratlanul, ugye a szurkolók is beszélnek sokat róla, mi is beszélünk róla, nyilván a stadion is készül, úgyhogy tervezzük ezt, viszont nem mondtuk ki még, hogy szeretnénk feljutni, de most már így, hogy az őszi szezon végeztével első helyen vagyunk, így a télen úgy fogunk készülni, hogy mindenféleképpen megpróbáljuk az NB1-es valamelyik helyét elcsípni a végén. Nagy lökést adhatna a nyíregyházi focinak új stadion és egy NB1-es csapat? Igen, nagy lökést adhatna, mivel az elmúlt 3 évben, amíg a stadion épült, ugye idegenben játszottunk, a szurkolók nem tudtak úgy kijönni a mérkőzésre, még akkor sem, ha esetleg ki is akartak, mert távol van. Viszont az új stadion és a csapatnak a sikere sok nézőt kivonzhat a mérkőzésekre, úgyhogy bízunk abban, hogy ez így is fog történni. Révész Bálint a Nyíregyháza Spartacus elnöke, úgy tűnik a Spari is beáll most már abba a sorba, amely sikereket hoz a Révész cégcsoportnak. Ugye Kis Norbi, a Tornaklub, Révész Levente, gondolom ez volt a vágyad. Hát az igazság, hogy már rám fér, megmondom őszintén, mert ebben nagyon sok energiát tettem, úgyhogy én is úgy látom, hogy rendben van minden, de azért óvatosan fogalmazok még. Milyen volt kintről nézni ősszel a meccseket? Hát élvezetes volt, látom, hogy akarnak a fiúk, látom, hogy van csapatszellem, rendben vannak a szakmai stáv is, kimondottan a Krisztián is és Tivadar is, úgyhogy mindenki rendben van. Látom a játékosokon is, hogy focizni akarnak, ezt váltam, ugyanúgy, mint a szurkolók. Ők is ezt várták, hogy legyen élet, hajtsanak, tegyenek. Azért voltak itt olyan meccsek, amikor visszafordítottuk, mentünk, nem adtuk fel, kiállítás volt, úgyhogy végtelenül tetszik minden. Nagyon sokat voltál te is mérkőzésen, sokkal inkább magadénak érzed most ezt a csapatot? Az igazság, hogy még mindig magamévá éreztem. Teljesen magamévá éreztem, csak hát nem akarom már ismételni a szavaimat, hogy én mondtam, hogy vállalkozásból jöttem, én hittem sok emberbe, úgyhogy most úgy néz ki, hogy akkor végre van már az, aki amit ígért, be is tartsa. Úgyhogy ennyi. Ma Révész Bálint egy interjúban azt mondta, hogy az egyik legnagyobb hibája az volt, hogy nem állapodott meg veled korábban, hogy nem hozott egy évvel korábban Nyíregyházára. Ennél nagyobb elismerés, azt gondolom, nem nagyon kell. Igen, jó eső érzés ilyet hallani, olvasni. Nem titok, hogy már azért régóta, mielőtt ide kerültem Nyíregyházára, már régóta kapcsolatban voltunk, és sok-sok megbeszélésen, illetve beszélgetésen voltunk túl. Az, hogy ez így alakult, hogy január 2-án, vagy hivatalosan is beléptem a Spari ajtaján, szoktam mondani, hogy az élet valahogy akart ezt így rendezni, úgyhogy most itt tartunk, úgyhogy de minden esetre jó leső érzés, amikor a tulajdonos úr ilyen szavakkal, ilyen mondatokkal illet meg. Ugye nyáron teljes átalakulás volt a keretnél, az első 8 hely volt talán a célkitűzés az év elején, legyen a csapat az élmezőnyben, hát ebből első hely lett. Jó ránézni most a tabellára, azt gondolom. Igen, mindenképpen a célkitűzésünk a szezon elején, amit a tulajdonos úrral közösen átbeszélve, és utána én a csapat elé úgymond tájékoztattam őket, hogy legyünk tényleg egy élcsapat, legyünk egy olyan csapat idén, aki bárkire veszélyt tud jelenteni bármely mérkőzésen. Az, hogy ez ilyen hamar összeállt, az nagyon örömteli dolog. Bízunk benne, hogy a tavasz is ilyen folytatást fog számunkra majd eredményezni, mindent el fogunk követni. Aztán pedig, hogy evés közben úgy megjön az étvágyunk, természetesen, hogyha látni fogjuk, tényleg a csillagok állása is azt engedi, akkor mindent el fogunk követni. Azért, hogy Nyíregyháza a legmagasabb osztályban legyen. Egy rész siker megvan, mennyire kell belenyúlni a keretbe? A téli szünetben nem nagyon lehet ilyenkor amúgy sem változtatni, egyáltalán indokolt el a változtatás. Hát ez igen, ilyenkor mindig ilyen érdekes felvetés az,
egy csapat életében, amikor mondjuk első helyen áll, mennyire kell változtatni, mennyire nem kell változtatni. Erről is azt gondolom, hogy minden olyan területen végig kell mennünk, akár a játékos keretet illetően is, és észszerű döntéseket kell hoznunk, mert annak nincs értelme, hogy egy jó működő rendszert, be esetleg olyan átalakításokat hajtsunk végre, ami esetleg tavasszal mondjuk pont ezért nem lenne működőképes. Megnézzük a piacot, játékos piacot, hogy mennyire van lehetőségünk úgy mozogni, úgy tevékenykedni, hogy tényleg minden egyes rizikófaktort minél alacsonyabb szintre leredukálni, és hogyha lesz olyan játékos, akit úgy ítélünk meg, hogy nekünk tavasszal erősítést tud jelenteni, akkor le fogjuk igazolni azt a játékost. Timár Krisztián a Nyíregyháza vezető edzője. Egy nagyon sikeres ősz után van a Nyíregyháza, és hát ugye nyáron érkeztél. Titkon gondolom mindenki abban bízik ilyenkor, hogy majd egy jó csapatot rak össze és eredményes lesz, de ez a nyíregyházi szurkolóknak is, és talán a közvéleménynek is picit meglepetés volt. Neked mennyire volt meglepetés? Hát nyilván azért jöttem ide, hogy eredményt produkáljunk, hogy változást generáljunk a klub életében, és hogy ez a változás sikeres legyen, és hogy pozitív irányba történjen. Nyilván, amikor elkezdtem a munkát, akkor nem gondoltam, hogy ősszel már egyből az első helyen fogunk állni a félszezonnál, de amikor azért az alapozásnál ugye elkezdtek jönni az igazolások, elkezdtük a közös munkát a játékosokkal, és megtörtént egy pár edzőmérkőzés, akkor én már láttam, hogy azért ebbe a keretbe van potenciál, a játékosok nagyon nyitottak voltak a közös munkára, az új dolgokra, és a mentalitással egyáltalán nem lehetett panasz, és azt gondolom, hogy ez megalapozta azt a közös munkát, amivel jöttek az edzőmérkőzésen is a sikerek, és onnantól kezdve azt gondolom, hogy ráléptünk egy olyan útra, amire azóta se léptünk le. Sok tekintetben erősödött a csapat, fizikálisan és mentálisan is, ez volt a titok? Amikor idejöttem, akkor láttam, hogy főleg azok a játékosok, akik tavaly annak a hosszú és kimerítő, fárasztó szezonnak a végén voltak. Alig volt ugye pihenőjük, ugye később is kezdődött ezáltal a felkészülés nekik. Azért mentálisan kimerültek voltak, és a önbizalmuk azért eléggé lent volt. Nyilván ehhez érkezett jó pár játékos, és ezek a játékosoknak a nagy része se úgy volt, hogy végigjátszott az előző csapataiban, hanem az volt, hogy csúcsformában jöttek ide. És ugye akkor elsősorban mentálisan szerettem volna a csapatot felhozni arra a szintre, amit én elvárok, és hogy kezdjenek el hinni bennem, kezdjenek el hinni a munkában. Ez nyilván, amikor elkezdtük az edzéseket, és elkezdett jönni vele az erőlét, akkor ez sokat jelentett nekik, hogy az egy önbizalmat ad, hogyha valaki jó erőben van, és mondjuk nem fárad el. De most már nyugodtan mondhatom, hogy még a bajnokság elejére nem is voltunk teljesen készen, mert ugye nem tudtunk annyira belecsapni a felkészülésben, mert ugye nem volt jó állapotban a társaság, kicsit aluledzettnek éreztem őket, és ugye ez az intenzív játékhoz, amit én szeretnék játszani, ehhez intenzív munka kell, és nem volt egyből keresztül vihető, lépésről lépésre kellett haladni, és amikor ugye elkezdtünk kicsit több mérkőzést játszani, meg kicsit többet edzeni, akkor ugye ez az állapot ez javult, és onnantól kezdve ugrásszerűen változott a játék kép, a játék minősége, és ugye a játékosok állapota is. Korábbi csapatod a Győr, illetve a Nyíregyháza állott az első két helyen, és hát sokan azt mondják, a Vasas szólhat még bele a feljutás kérdésbe. Osztod ezt a nézetet? Hát nyilván ugye a tabela jelenlegi állása szerint, meg ugye ismerve a klub háttereit, ambícióit a többi klubnak, nyilván ők lesznek azok, akik konkurensek lehetnek. De egyelőre én magunkkal szeretnék továbbra is foglalkozni. Jön egy rövid felkészülési időszak, amin még tovább tudjuk élesíteni, meg pontosítani a játékunkat, és nagyon szeretnénk ezt a formát átmenteni tavaszra, és remélem, hogy ott fogjuk tudni folytatni a bajnokságot, ahol jelenleg állunk. Nagy Dominika Nyíregyháza Spartacus játékosa, túl vagyunk egy fantasztikus szezonon. Milyen érzés őszi bajnoknak lenni? Amikor ideigazoltam, megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan össze fog érni a szakmai stábnak a munkája, illetve ugye sok új játékos érkezett, de azt gondolom a mutatott játék is bizonyítja, hogy itt elindult valami Nyíregyházán, és azt gondolom, hogy megérdemelten vezetjük az őszi tabellát. Azért arra emlékszem, hogy amikor ide érkeztél, azt mondtad, hogy szeretnéd gólokkal, gólpasszokkal meghálálni a bizalmat, elég jól sikerült. Igen, sikerült 7 gólt szerezzem, illetve 5 gólpassz kiosztanom. Azt kell mondjam, hogy azért nagy rész ez a csapatnak is köszönhető, hiszen olyan futballt játszunk hétről hétre, ami segíti az én támadójátékomat. Foglalkoztat a gólkirályi cím is, hiszen ez is elérhető? Nem, azt szeretném, hogy a csapat sikeres legyen. Természetesen, ha ott tudok lenni, akkor mindent megteszek,
hogy a dobogón, vagy akár az elsőn végezzek, de ahogy mondtam, elsősorban azt szeretném, ha a csapat jól szerepeljen. Sokan kérdezik most, hogy mi a Sparinak a titka, miben látod azt, hogy a Nyíregyháza ott áll az első helyen? Mindenképpen a csapat egységet emelném ki. Ugye nyáron nagyon sok új játékos érkezett velem együtt, és szerintem ez lehet az egyik fő oka, hogy sikerült most ősszel eredményesen szerepelni, hogy egy nagyon jó közeget alkot a csapat, illetve a pályán kívül is nagyon sok időt töltünk együtt, és természetesen az eredményesség sem hátrány. Mennyire kell most két lábbal a földön maradni, hiszen az, ahogy őszi bajnok lett, a csapat elért egy komoly fegyvertény, de azért ez még csak egy részsiker. Egyértelműen, hogy ez egy részsiker. Nagyon fontos, hogy ugyanígy a földön járjunk. Tudjuk, hogy hosszú még a szezon. Ugye nem volt még hullámvölgyünk, úgyhogy mindenképpen az lesz a döntő, hogy ha tavasszal majd belekerülünk egy ilyenbe, akkor milyen gyorsan fogunk tudni kijönni belőle. De ha ugyanígy folytatjuk tovább, akkor évvégére szép eredményt érhetünk el. Gengelicki Gergő a Nyíregyháza játékosa, és hát egyben csapatkapitánya is. Fantasztikus volt ez az ősz, és hát böngészve a statisztikákat 2013-ban volt hasonló, hogy őszi bajnok lett a Spari, annak a csapatnak is tagja voltál. Ilyen szempontból egy jó men vagy az együttesen belül? Nem nevezném magam ilyen kabala figurának. Hasonlóság a két idény között, hogy nagyon jó a csapategység most is, és reméljük, hogy ezt a végéig tudjuk nyomni. Na mesélj egy picit, hogy élted meg ezt az őszt? A csapategység az nagyon-nagyon korán kialakult, és ezáltal lendületből tudtuk venni az akadályokat. Nem nagyon volt negatív hullám, a Vasas elleni meccset tudjuk mondani, ami egy kicsit rosszabbul sikerült, de abból is nagyon hamar ki tudtunk jönni, és ez a sikernek az oka. Fizikálisan is nagyon erősnek tűnik a csapat, látva a statisztikákat, például az utolsó fél órában 20 gólt lőtt az együttes. Erre is nagy hangsúlyt fektettetek? Igen, erre készültünk, hogy legyen egy alapjátékunk, ami erre a fizikális focira épül, és minden ellenfélre külön ezt finom hangoljuk, de ez igen, ez egy alaptétel nálunk, hogy a fizikális része az jó legyen. 2014-ben ugye bajnok csapattagja voltál, aztán belekóstoltál az NB1-es létbe is. Gondolom vágyik oda vissza az ember. Természetesen, aki egyszer ebbe beleszagolt, az vágyik vissza. Még azért hosszú odáig vezető út, de jó úton vagyunk.